Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megvásároltam a legújabb LEGO Ninjago katalógust, úgyhogy most ezt fogom itt előttetek kibontani, és akkor meg is nézzük. Először ugye nyilvánvaló, hogy a kiadványba nézzünk bele, és utána jön a többi. Na, ezt is a figura az majd legutóbb. És van egy ilyen pak is. Meg egy külön kártya is. Na, hát akkor ez egy tartalmas videó lesz, úgy látom. Na, íme, ugye ez a kártya lesz. Kai. Úgyhogy nézzük is meg. Még nem vásároltam ebből, a kiadásból pedig már néhány tasakot kibontottam az újságokból. Lehet, hogy majd külön veszek még pár ilyen tasakot. Ez úgy látom bevetés a homokviharban. Gondolom ez egy ilyen társasjátékszerű, mert ilyen rejtvények is vannak. Itt van maga a történet, csak így belelapozunk ugye ebbe a kiadványba. És itt van, úgy látom, hogy egy poszternek a fele, vannak ilyen pörgentyűk. Ott van Wu mester, és ez is ugye a dzsungelben játszódik. Az őslakók. Itt van versengés. Szigetről szigetre? Na, ez is valami társasjáték. Ez nagyon jó, hogy van így társasjáték benne. És úgy látom, hogy a következő az ilyen búváros. Kól. Tök jól néz ki egyébként. Nekem tetszik. És ez úgy látom, október 1-én jelenik meg. Na, az tök jó. Nekem nagyon tetszik. Ez is jó, ez a szélsebes hajsza. Na és íme itt is egy készlet, bemutatva. Lepled le a rejtét. Valamilyen készlet, ez az. Aha. Na, és akkor nézzük meg magát. Hát nem is tudom, hogy mivel kezdjük. Szerintem ez a kártyával. Golden Call. Aranykól. Jól néz ki. Pláne a fegyvere. És ez a csillogás, ez is nagyon menő. Ezt ide rakom. És akkor bontsuk ki először így a kártyákkal. Kezdjük. Ugye The Island. Next Level. Úgyhogy. Tényleg ilyen tasokat kellene vennem. Meg is lesz majd véve, de azt nem tudom, hogy mikor. Na nézzük, itt van egy szabályzat, és a szabályzat mögött egyből egy nagyon király lap, ami így néz ki. Ultra Island Call. Nagyon menő. Van kincs, treasure. Tényleg ilyen, nagyon jó ilyen. Island Explorer, felfedező, sziget felfedezős. És van egy ilyen katamarán. Nincs a katamarán, nagyon menő. És van ez. Kód. Nagyon menő. Na, úgyhogy ez lett volna így a tasak bontogatása, és itt van ugye a szabálylap is, amiben láthatjátok így az alap szabályokat.
játékhoz. Vannak csapdalapok, meg mi egymás, meg szintezőlapok, úgyhogy nagyon menő. És akkor most, hogy a kártyákat kibontottuk, most fogjuk akkor ezt így kibontani, ezt a figurát, de ahhoz kicsit lejjebb kell raknunk, hogy lássátok, hogy hogyan fogom összerakni a figurát. És nagyon menő ilyen lángszóróval. Nagyon jó. Csak nem maradjon ki semmi. És akkor lássunk is neki. Na hát először is. Aha, már azt hittem, hogy hozzá van. Na, akkor nézzük. Hát először is ugye a figurát fogjuk így. Jó van ez így. Lehet, hogy fordítva, sosem tudom, mindig elfejtem. Próbáljuk meg így. Aha, tökéletes. Kicsit ferde. Úgyni. Jó, aztán itt van maga fejfedő. Tök jól néz ki. És akkor szereljük össze magát a Aha. Ugye ez úgy van, aha, itt a hőfokszabályzó, így, aha, és akkor mindenképpen itt lesz egy ilyen fura, hogy így. Aha. Jó, hát ez lesz majd, amit kézbe fog fogni. És akkor hát, hogy az újságból kell megnéznem az összes többit, de lehet, hogy nem. Majd meglátjuk. Aha, most csak így megpróbálom. Ez elég fura. Aha. Ez így. Jó, aha. Ez így van. És akkor ugye ahogy látom, ott mögötte valahogy azt meg kell csinálnom, de sajnos ezt kölcsön kell vennem, mert ugye benne van az összeszerelési útmutató, legalábbis, hát eddig nem néztem, de minden bizonnyal. Aha, megvan. Jó, hát akkor ezt elszúrtam,
Mert már most látom, hogy rosszul van megcsinálva. Mindegy. De most legalább tudjuk, hogy mit kellett volna csinálni. Hát ezt. De szerencsére ez nem olyan vészes. Nem nagy változás. Úgyhogy majdnem jól csináltam. Csak próbáltam ugye. Aha. És akkor tulajdonképpen egyet ide, egyet oda. És már tudom, hogy ez sem úgy van, ahogy, de mindjárt szépítjük a dolgot. Ezt így a hátára tesszük. Igen. Hát fordítva van a képen, de jó, legyen így. Na, hoppá, közben a tökfödője az leesett, majd meglazult. Na, és akkor ez mondjuk részben jó, részben nem. Tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, akkor ezt ide rakjuk. Igen. És ez meg, ha jól látom, ez ide fog rámenni. Aha, és ezt meg kell fognia. Na, lássuk csak. Aha, és ez a másik fogantyúja. Ezt is meg kell fognia. Ha, meg tudja fogni. Jó, ez meg kijött a helyéről. Fura módon. De most így megvan. Hát egy kicsit érdekes. Így az elhajlása, de mindegy. Félig meddig látja a kettő közé, mindegy. Nézzétek, nagyon menő mi. Hú, sasszemet néz. Na, úgyhogy igen, ez lett volna így a figura összerakása. Ezt így ide. És hát majdnem jól raktam össze, csak két helyen lett elrontva. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!